baromi jól állt neked ez a box. Jól érezted magad így belülről? Azt hoztad, amit vártál magadtól? Hát sajnos egyáltalán nem. Sokkal többre vagyok képes tudásban, mint amit itt tudtam hozni. És ez volt talán az egyik legnagyobb félelmem, hogy nem tudom megmutatni azt, amit az 5 hónap alatt tanultam, meg edzőmérkőzéseimen hoztam. Nem akarom ezt annyira sokszor hangoztatni, mert nem akarom, hogy mindenkibe ez maradjon meg. Sajnos ebbe a bunyóba ennyi volt, tehát szépséget mutatni nem tudtam, erőt viszont kitartást, igen. Én mondjuk úgy láttam, hogy azért nagyon jó mozdulataid voltak az edzőt. Mit mondott erre? Gyuri szerint egyébként jó volt, nyilván ő is tisztában van a képességeimmel, és azért erről még fogunk majd beszélgetni, de sokat nem tudtam bele egyelőre, mert épp, hogy kijöttem a ringből, már jöttem interjúzni, úgyhogy hát majd átbeszélem még később a Gyurival. De nem tudom, őszintén szólva valahol azt érzem, hogy azért ez nem rajtam volt. Falmitól többre vártál egy picit, hogy vagy keményebb bunyóra, vagy másmilyen bunyóra? Bárki lehetett volna az ellenfelem, én tényleg arra számítottam, amiket így az edzőmeccseimen tapasztaltam, hogy egy ilyen szép kultúrát, intelligens, látványos bunyót tudunk bemutatni, és hát igen, ez a lerohanás, tudod ebből védekezni, nagyon nehéz védekezni, de közben üssél vissza, ütéstávot meg tud találni, nehéz. Mondom ezt úgy, hogy csak ott a ringben, amit én átéltem, ha majd visszanézem a mérkőzést, akkor fogom látni, hogy milyen voltam, aztán lehet, hogy majd egy pár zsepit el fogok használni, mert annyira siralmas. Nem tudom, lehet, hogy aztán elégedett leszek, nem tudom. Most egy csajos kérdés jön. A rózsaszín, az kinek a választása? A tiéd vagy a lányodé? Hát a nagylányom kimondottan utálja a rózsaszínt, a kicsi viszont szereti, ő Barbie színnek hívja. Én szeretem ezt a színt, olyan kis kedves, úgyhogy én jobban vagyok ezzel a színnel, azért választottam ezt. És hogy köszöntél el tőlük este? Megölelgettem őket nagyon, mind a kettőjüket. Natikám egyem a szívét mondta, hogy anya nagyon szurkolok, gondolok rá, te leszel a legjobb. Ő nagyon-nagyon sok erőt adott nekem, hiszen ő is egy óriási hős, és most meg tudtam neki mutatni, hogy anya is hős. Még egyszer gratulálok. Köszönöm. És akkor a következő meccsen várjuk, ki lesz az ellenfeled. Kit szeretnél? Hú, ezt a kérdést mindenki feltett, és mindenkinek azt mondtam, hogy teljesen mindegy. De ezt annyira őszintén mondom neked, hogy én most is azt éreztem, hogy bárki lehetne. Tehát én nem tudom azt mondani neked, hogy jaj, Dérhenit szeretném, és anyukák csapjanak össze, vagy jaj, Sápi Bibi legyen, és tehát, hogy nem tudom, teljesen mindegy. Győzön ott is a jobbik, aztán majd meglátjuk.